Sziasztok! Biztos elegen tudjátok, hogy voltam Londonban, aki követ Instagramon, azt szerintem tudta. Igen, szóval így Dióhéjban, London egy olyan város volt számomra, ahova el szerettem volna menni, csupán olyan célok miatt, mivel hogy kiterveltem, hogy egész Európát be akarom járni, mindegy milyen városban csak jussak el az összes országba, és így Londonra esett a választás. Tényleg nem fűztek hozzá nagy álmok, mivel hogy mindig Amerika volt az, ami úgy húzott, meg az álmom is mai napig, és London pedig jött, csak jött, és hát így volt rá lehetőségem menni, vagyis hát igen, szóval nem volt olyan, hogy hú, London, imádom, és akkor menjünk oda, hanem csak így oké, város nézünk. Úgyhogy igen, elmentünk a barátommal, ez egy repülőút volt, nagyon jól éreztem magam a repülőben, pedig féltem előtte, nem mintha nem repültem volna még csak, én mindig féltem, de most talán először így jól éreztem magam, lényegtelen. Igazából, mikor odaértem, még mindig úgy nem fogtam fel, hogy hol vagyok, ugye? Aztán így elkezdtem gondolkodni, és így rájöttem, hogy úristen, én Londonban vagyok. És attól a perctől kezdve, hogy odaértem, kezdtem érezni ezt a bizsergést, mint a szerelemnél. És London egy olyan város lett mostanra az én szememben, hogy bármikor azóta meglátok egy képet, vagy egy helyszínt, vagy egy metróállomást, bármit, a sírás tör rám. Nem tudom miért, de annyira beleszerettem Londonba, az ott lét, igaz, csak 4 napig voltam ott, de nagyon-nagyon megszerettem, és mostanra már ott állok, hogy, vagyis vagyok, hogy jövőre júniusban, igen, ki szeretnék menni 1 évre. És hát úgy is néz ki, hogy igen, ki fogok menni. Szóval nem gondoltam volna, hogy London egy olyan város lesz, amit én annyira megszeretek, hogy bármikor el tudtam sírni magam, hogyha megnézek egy képet vagy valamit. Úgy indultam, hogy London, oké. És úgy jöttem haza, hogy úristen, én beleszerettem Londonba. Ott létem alatt próbáltam vlogolni, úgyhogy csináltam egy vlog videót, ezután a intro után ugye jön a vlog videó. Próbáltam minél több mindent felvenni, de próbáltam most egy olyan kirándulást is létrehozni, hogy magamban örökítsem meg az élményeket, meg az mindenféle dolgokat. Például ezt úgy csináltam, hogy mondjuk álltam a Big Ben, nem, ott is, de a Big Ben előtt ültem, a London Eye előtt álltam, és így 10 percig csak néztem, és próbáltam feldolgozni, hogy oké, itt vagyok, és akkor nem csak az, hogy mindenhova így mentem volna a telefonnal, hanem próbáltam így magamba szippantani a dolgokat, úgyhogy egy élmény volt, mindenkinek ajánlom. London minden perce jó volt, amit ott töltöttem, és tényleg valamilyen nagyon olyan érzést keltett bennem, mint hogyha az volna a szülőhazám, vagy ilyesmi. Úgyhogy igen, nem fogok most nagyon sokat erről beszélni, a vlog videóban úgyis, vagy hát mindjárt a videóban, a vlogban fogjátok látni, hogy éreztem magam, meg hát bővebben. Igazából még egy mini hollal is készültem, ugyanis Londonban vettem pár dolgot. A pár dolog közül, hát 2 dolgot elvettek tőlem. A reptéren, amit sajnos nem tudok megmutatni, én sem hozhattam haza. 2 ilyen mangós body spray volt, egyik az enyém, egyik a barátnőmé lett volna. És nincs. Volt, nincs, ennyi. Úgyhogy ez véget a londoni reptéren bevásároltam, illetve még pár dolog, amit áttengettek, amivel áttengettek, azt megtartottam. Vettem még egy Extract Boots márkájú epres body sprayt. Nagyon finom.
Igazából a mangos is nagyon ízlett, de mivel hogy elvették tőlem, ezért rögtön a reptéren vettem egy ilyet. Igazából olyan illata van, ilyen nem mű illata van, hanem pontosan ez a igazi eper illata van. Mivel hogy én utálom azt, ami ilyen mű, aminek ilyen annyira mű taszító illata van, hogy rosszul van az ember tőle, azt nem szeretem. És ez egy 150 ml-es kiszerelés, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Ugye 2 hete jöttem Londonból, és már ennyit kifújtam. És hát azért nem minden nap fújom, de már ennyit kifújtam, mivel hogy tudom, hogy ha kifújom, vége, nincs több. Itt már nincs ilyen márka, úgyhogy igen. A következő, amit ott vettem, valójában minden olyat vettem, ami itt nincs. Patisserie de Bain, valamilyen márka. Cseresznyi és mi az? Hand cream. Kézkrémet. Igen. Vág az eszem. Tehát cseresznyi és kézkrémet vettem, aminek gyerekek ilyen édi rózsaszín színe van, de az illata nem csak hogy cseresznye, hanem inkább még ilyen marcipános is, és nagyon jó a textúrája, vagy hogy mondjam, tehát érzem, hogy táplálja a kezem, mert hogy most zsíros, de egy perc múlva nem lesz zsíros, és ez egy baromi jó krém, 50 ml-es, ha jártok Londonban, légy szíves, legalább csak szagoljátok meg ezeket, nem volt olyan drága, ja, a body spray 5 libra volt, ez olyan 2 libra lehetett, picivel lehet több, de nem olyan sok, úgyhogy ennek mennyei illata van, bárkinek adom ezt a krémet, az le van nyugodva. Utána vettem egy batiszt, nem tudom, hogy kell kiejteni, száraz sampon, és azért ilyen kis kiszerelésben, mert azt hiszem, hogy ez volt ilyen 3 libráért, nem tudom pontosan, 2-3 libráért, ez egy 50 ml-es kiszerelés, és vannak ezek a nagyok. Azt a nagyot akartam, de még jól nem hoztam, mert szerintem azzal sem engedtek volna át. És aztán ezt a kicsit vettem meg, mert hogy nem tudtam, hogy jó lesz, vagy elhasználom, vagy valami, amúgy ilyen tavaszi virágos illatú. És azért vettem meg, na végre kinyögöm, mert Bethany Mottának mindig ez a márkájú száraz samponja van, és mindig dicsérte. És ez így megmaradt bennem évek óta, és mikor megláttam, mondtam, hogy oké, akkor megveszem. Igazából az illata nagyon finom, tényleg virágos illata van, persze amellett, hogy meg ilyen hajspray illatú is, virágos illata van, és nagyon-nagyon-nagyon jól kiszívja az olajat a hajamból. Már többször is használtam, egy 5-ször biztosan, és volt, hogy rögtön, hogy kijöttem Szoliból, tiszta víz volt a hajam, ugye izzadt, meg zsíros, és befújtam ezzel, nem tudok beszélni. Befújtam ezzel, és rögtön kiszívta az olajat a hajamból. És rögtön száraz lett, meg egy kis volumét is ad a hajnak, úgyhogy nagyon jó. A következő, amit ott vettem, az a Carex márkától, egy bubblegumos kézfertőtlenítő, ami itt nincs. És ez egy vicces történet, ez is egy 3 libra volt. Nem, de... 2 libra volt, és ez biztos, mert a barátom 1 libráért vett egy ilyen ugyanilyet, csak epresben, és az utolsó volt az üzletben, és ott veszekedtünk, hogy kié lesz, mert hogy ő neki kell, nekem is kellett, de aztán mondtam, hogy ó, mindegy, leszarom, és az utolsó nap találtam bubblegumosat, ami még jobb, és eszméletlen bubblegumos, rágós illata van, és annyira jó, hogy nem igaz. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Eddig minden csak ajánlani tudok, amit vettem. Ezután a reptéren megláttam a Maybelline Baby Lipsét, a Dr. Rescue-sat, ami itt nincs, legalábbis nem tudok róla, sem Magyarországon még nem láttam, de lehet, hogy van. Ez egy mentolos, mindjárt mondom, mentol és... Ja, csak mentol. Oké, mentolos ízesítésű, és én nagyon szeretem a zöld mentolosat is, ezért vettem meg ezt is, és ez is ugyanolyan jó, mint a mentolos, úgyhogy most már nem a mentolos a kedvencem, hanem a mentolos, meg ez a Dr. Rescue-s is. Ez 4 libra volt, ami nem olyan olcsó, mivel hogy a Baby Lips sokkal olcsóbb itt, de lehet, hogy ez a Dr. Rescue miatt van, nem tudom, lehet, hogy a Dr. Rescue
drágábbak. Úgyhogy igen, ezt is beszereztem, mert gondolkodtam rajta, de úgy voltam, hogy muszáj. Jaj, hogy itt nincs, és hát muszáj, igen. És a reptéren még ugye nagy csalódásban, hogy sok mindent elvettek tőlem a reptéren, megvettem a Sleeknek ezt a folyékony rúzsát, a Matte Me név viselője, és a Petal 435 árnyalat van meg nekem, vagy igen, Petal. Igazából rögtön kipróbáltam már ott, és annyit vettem észre, hogy hát ez a felvételére hát egy ilyen kis valami szörnyű applikátort kapunk, szerintem szörnyű, hát ez egy ilyen botszerű, nyélszerű. Ez volt az első gondom vele, aztán az, hogy nagyon gyorsan száradt. Ez volt akkor, amikor rögtön ott a reptéren kipróbáltam, és hát úgy voltam vele, hogy hát ez most mi lesz? Most mi lesz velem? És aztán hazajöttem, és másnap kipróbáltam, aláhidratáltam nagyon jól, ezt felraktam a számra, illetve a felvétele is egy nehézkes dolog, mármint szerintem. Úgy szoktam, hogy ide felviszem, utána ide, és a kezemmel oszlatom el nagyon gyorsan, mert nagyon gyorsan szárad. Rögtön matt, és rögtön nagyon száraz, olyan szahara száraz. Úgyhogy szoktam felé is hidratálni, de akkor elveszíti a matt hatását. Úgyhogy néha nem szoktam, néha szoktam felé hidratálni. Felé. Mindegy. És most arra már ott tartok, hogy én nem tudom elképzelni az életem enélkül, a drágaság nélkül, mert a színe az pont én vagyok, és a barátomnak is nagyon tetszik, azt hiszem, hogy 5 libra volt, igen. Ami mondjuk még megfelelő áreclik termékre, úgyhogy imádom, én imádom. Esküszöm, ez a kedvenc folyékony rózsom, nincs is más folyékony rózsom, de ez a kedvenc, nem érdekel. Jöhetne bármilyen más folyékony rózs. Ez a szín, ez a Petal szín, és ez csodálatos. Igen, megvannak a hiányosságai, egy kis aláhidratálás kell meg izélni, az ujjaiddal eloszlatni, mert amúgy nem tudom ki az, aki ezzel az applikátorral tud dolgozni. Imádom, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, és nagyon sokan kérdezték, milyen színű a szám. Most nem azon a számon, de imádom. Igen, ezek elfogytak a termékeim, ugyanis magamnak csak ennyi mindent tudtam venni Londonban. Hát még vettem ilyen kulcscsartó, meg tudjátok, szokásos dolgokat, de hát kit érdekel az, úgyhogy igen. Most pedig jön a vlog, amit már ezután, a beszéd után láthattok, amire sokan várhattok már, szerintem. Úgyhogy igen, legyen szép napotok, és remélem tetszeni fog a vlog. Én most elköszönök, és igen, mit akartam mondani? Azt hiszem semmit. Sziasztok! Most már itt vagyunk a reptéren, Pozsonyban, és hát kicsit izgulok. Mindjárt menjünk Londonba, talán egy óra múlva, nem tudom. Úgyhogy addig itt ülök, és igen, hát így el vagyunk. Már láttam pár repülőt felszállni, de azért meg izgulok. Hiába pedig már 7-szer repültem, és még mindig izgulok. Na meg most nem lehet kontaktlencsém, úgyhogy szemüvegbe vagyok. Úgyhogy most elköszönök, és amikor legközelebb fogok videózni, akkor már Londonban. Na sziasztok! Itt ülök már. Az van, hogy kicseréltük a helyünket, mert ahol én ültem, nem volt ablak. És most így elég kint ülök, remélem látjátok. Kicsit izgulok, és már megint tök piros vagyok, mint mindig. De nem baj, úgyhogy ugye. Szóval most már csak várom, hogy felszálljunk.
igazából már megérkeztünk egy 10 órája kb. De elfelejtettem meg, hát marha sokáig jöttünk a hotelbe. Így néz ki a kilátás, marha szupi. Igazából mindig itt repülnek a repülők felettünk, úgyhogy állandóan azt lehet hallani. Úgyhogy igen, 2,5 órát körülbelül repültünk, és idáig kint mászkáltunk. Igazából még nem voltam úgy bent Londonban, csak itt Hounslow környékén. És most vettünk pár csokit, meg ilyesmit, és még talán kimegyünk a városba is, de nem biztos, és nagyon fáradtak vagyunk. És miután leszállt a gép, azért nem videóztam, mert körülbelül 3 óráig még buszoztunk, vagy 2, nem tudom. Aztán metróztunk is, úgyhogy körülbelül 3 órát, és nagyon-nagyon-nagyon fáradtak voltunk, főleg én. Úgyhogy igen, de most már itt vagyok, és holnap kimegyünk Londonba. Úgyhogy biztos csinálok sok szép videót. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. They say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, that's really cause, oh, I... Na, most fogunk menni a Harry Potter üzletbe, a Madame Tussauds-ba, és még hova? Ja, a British Museumba. És most, hát, ugye úgy kb. Mindenki néz, de valahogy nem érdekel. Úgyhogy igen, onnan majd jelentkezek. Na, ez a metró állomásunk. És most nem tudom, mehetünk, nem mehetünk. Úgyhogy most ezzel a metróval fogunk bemenni a városba. All courage took your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. And oh, I wanna feel like you've let me go. So let me go. There's
you want. They drunk into the night, wanna keep you here, cause you dry my tears. Yeah, summer love and them fights, how it is for us, and it's all because. Now if we're talking about evil, you got a perfect. Képzeljétek, itt ülök a Big Ben előtt, és ilyen karamell kókuszos popcorn teszek. Ez finom. Milyen jó azoknak, akik itt laknak, és kijöhetnek ide, és ülhetnek így a füvön, mint én. Jó, nem? Na, nem tudom mennyire látni, de itt a Londonán. Ez elég közel van egymáshoz, tehát itt, ahol van a Big Ben, megfordulunk. Gondolom? Most az utcát láthatjátok. When I'm with you, my arms are wide, catching fire as the wind blows. The sun goes down.
the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Imádom, ezt ha tehetitek és tetszik nektek, akkor biztosan rendeljétek meg, mert ez nagyon tutira jó. Aztán amit innen rendeltek,